Úgyhogy sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai napunk utolsó elemén, ez pedig egy kerekasztal beszélgetés a mohácsi csatáról, illetve sokkal inkább annak a forrásairól, annak a megismerhetőségéről, és hogy mit tud hozzátenni a történettudomány mondjuk a következő 2-3 évben, akár egy rövid távú program keretében, hogy 2026-ban többet tudjunk Mohácsról, mint pillanatnyilag. Lehet, hogy egyébként mindegy, hogyha ma megnézzük az erről szóló blogbejegyzéseket, népszerűsítő írásokat, akkor valójában az elmúlt 100 évben bármit is írtak erről történészek, az a toposztenger az már kialakult, és haladt tovább, és ezeket nem szokta megrezegtetni. Semmilyen újabb tudományos eredmény, legyenek ezek 30-40 évvel ezelőtt már publikus, sok helyen megjelen, nyilvánosan elérhető munkák, de hát akkor sem bújhatunk ki a bőrünkből, akkor is valójában van ebben egy felelősségünk, csak ez meddig tart a történettudománynak a lehetősége és a módszertana, hogy tudjunk érdemben hozzátenni az 1526. évi eseményekhez. Akár oszmán források tekintetében, aminek a Balázs a kitűnő ismerője, akár a jagellókori források tekintetében, amivel Tibor, te már régóta foglalkozol, te viszont több forráskötetet is megjelentettél, meg hát a Bátori féle helytartói forráskötet is szintén, hozhat olyan újdonságokat, aminek a tapasztalatait itt jó lenne, hogyha megbeszélnénk egy kicsit. Melyik kötök kezdeni? Melyik kötök először megszólalna? Tibor szeretne megszólalni. Igazából már sokszor beszéltünk erről a kérdésről az elmúlt időszakban, és voltak is ötleteink ezzel kapcsolatban, hogy merre lenne érdemes talán elmozdulni. Igazából nem... Tehát szerintem a csatára már viszonylag kicsi az esély arra, hogy új, eddig ismeretlen forrásokat fogunk találni. Esetleg még egy-egy cseh forrásra lehet gondolni. Már zajlik az itáliai forrásoknak a feltárása. Onnan is előkerülhet egy-egy követjelentés, esetleg egy-egy lista az áldozatokról, de ezek nem fognak rendkívül nagy újdonságot hozni már szerintem. Amiben viszont lehetne még új forrásokat találni, bár nagyon macerás és sok munkát igénylő kutatás lenne, hogy és ez volt az első számú ötletünk, hogy össze kellene gyűjtenünk, kik azok a magyar és esetleg török, bár ehhez nem tudok hozzászólni, azok a magyar személyek, akikről tudjuk, hogy elindultak a hadjáratba, tudjuk, hogy a királyi táborban vannak, tudjuk esetleg, hogy részt vettek a csatában, tudjuk, hogy elestek vagy visszatértek onnan, tehát ilyen kategóriákban összegyűjthetnénk azokat a személyeket, akik ott voltak. Na most, aki ismeri a magyarországi forrásanyagot, az tudja, hogy körülbelül egy 100 főt nagyon könnyen és gyorsan össze tudunk gyűjteni, akár Brodaricsból, akár a már megismert forrásokból. A nehézség ezt követően jön, ugyanis el kell kezdeni tulajdonképpen feltárni, olvasni a 1526. augusztus 29-től tulajdonképpen akár még az 1560-as évekig tartó forrásanyagot, ami irgalmatlan munka, és nem is feltétlenül a mennyiség miatt, hanem a szétszórt forrásanyag miatt, ugyanis ugye biztos sokan tudják, hogy a mohácsi csata napjáig rendelkezünk egy számítógépes, vagy egy online adatbázissal, amelyből nagy részt egy online felületen megtekinthetünk bármilyen oklevelet. Ezt követően viszont nincs ilyen, és Pozsonytól Zágrábig és Brassótól Bécsig bárhol előkerülhet érdemi forrás. Tehát ez biztos, hogy csak egy nagyobb team tudná megcsinálni. Na most nyilvánvaló, hogy nem szabad egy tulajdonképpen kis túlzással öncélú
lista összeállítása érdekében ekkora munkát elvégezni. Nyilvánvalóan ehhez célszerű akkor már hozzákezdeni a János, Szapolyai János korszak forrásainak a feltárásához, tehát azzal együtt érdemes elvégezni ezt a munkát. Mire lehet számítani egy ilyen munkából? Szerintem valószínűleg mintegy 1000 magyar katona biztosan összegyűjthető lenne. Nyilvánvalóan őrájuk érdemes volna egy kicsit célzottan is rákutatni, és megnézni azt, hogy milyen megelőző katonai tapasztalattal rendelkeztek, honnan jöttek, honnan származtak, és akkor lehet, hogy lennének apró meglátásaink a csatával kapcsolatban, de inkább a magyar hadsereg összeállításával, vagy a magyar hadsereg korabeli méretével, struktúrájával kapcsolatban kapnánk nagyon sok új eredményt. Most gondoljunk bele abba egyébként, hogy tehát sokszor szoktunk azon gondolkodni, hogy a Mohácsnál megjelenő magyar sereg mennyire volt harcedzett. Általában azt szoktuk mondani, hogy messze menőleg nem annyira, mint a török hadsereg, ez valószínűleg igaz is, de azért az látható, hogy akiket eddig találtunk személyeket, azok évek óta lent vannak a déli határon, főpapi és főúri bandériumokban, tehát magyar viszonylatban, még hogyha nagy tömeg csatákban nem is vettek részt, katonáskodással foglalkoztak, és tipikus ilyen végvári hadi tapasztalataik voltak. Tehát ez mindenképpen szerintem egy pluszt adna, és magától értetődő, hogy szerintem ezt visszafelé is érdemes ezt a forrásfeltárást kiterjeszteni, legalább 1521-ig. Nagyon fontos lenne a Mohács előtti néhány évnek a hadtörténetét precízen feldolgozni események szintjén. Egyébként sokat tudunk már erről, de messze menőleg nem történt meg egy modern áttekintés erről, de talán erről majd Norbi jobban tud hozzászólni. Jó, Balázs, kérlek, mert ugye visszatérő eleme szintén ezeknek a blogbejegyzéseknek, vagy a hozzászólásoknak, hogy amellett, hogy a titkos vatikáni levéltárban annyi olyan forrás van, ami el van zárva, a másik viszont az a szultáni levéltár, hogy konstant, hogy Isztambulba kell menni, és Isztambulba ott vannak garmadában az erről szóló források, ez ilyen mantraszerűen ismétlődik, de vajon van-e még értelme Isztambulba menni? Egyáltalán beszélhetünk-e olyan forrásokról, amit meg kellene ahhoz nézni, hogy többet tudjunk a Mohácsi csatáról? Én azt gondolom, hogy abszolút. És el kéne menni Isztambulba, igen. Tehát szó nincs arról, hogy minden a kezünkben lenne, hiszen pár kisebb forrás, török forrástól eltekintve, igazándiból azokkal a forrásokkal és azokkal a fordításokkal dolgozunk, amit a 19-20. Század fordulóján tisztelt elődeink ránk hagytak. Az egy nagyon jó válogatás, tegyük hozzá. Tehát, hogy nem gyenge ez a forrásanyag. A fordítások színvonala az hát erőteljesen ingadozó. Tehát a minimum újra kéne valójában fordítani a szövegeket. A probléma az az, hogy a szövegeket meg is kéne érteni. Mert a megértés nem az, hogy lefordítjuk. Mert le tudjuk fordítani, a Karácsonyék nagyon szépen fordítottak, tartalmi fordításokat csináltak alapvetően, tehát mondjuk a török szöveg stílusát nem adták vissza. Csak ezzel meg az a baj, hogy ezek a török szövegek, ezek nem olyan történeti alkotások, mint a miénk. Tehát nem úgy közli az információt, ahogy mi azt megszoktuk, hogy egy információt megkapunk, hanem egy csomószor egy szóvirágból derül ki, hogy ő valamit mennyire gondol fontosnak, vagy nem fontosnak, hogy valójában a stiláris elemekből derül ki a benne rejlő információ helyi értéke adott esetben. Tehát nem egy ilyen közvetlen megnyilvánulásból, amit megszokunk, hanem hogy a mögötte levő háromsornyi jelző mutatja meg nekem azt, hogy na, ezt most komolyan gondolta, de ha csak annyi van, hogy nem tudom, egy szó, akkor tudom, hogy ezt nem kell annyira fontosnak venni. Ez az egyik fele. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy a forrás használattal bőven van még dolog. És hát azért ez a Mohácsi csata a török historiográfiában azért egy nagyon fontos helyet foglal el. Tehát ugye, amikor a 16. század végén megszületik egy
összefoglalása a birodalom visel dolgairól, akkor azt mondják, hogy a 16. századnak van öt nagy csatája, és akkor ebből mondjuk három az a magyarokhoz kötődik, és mondjuk abból az egyik a mohácsi. Tehát, hogy ez nem csak a mi számunkra óriási csata, hanem a törökök számára is óriási csata, amiből az következik, hogy folyamatosan különböző helyeken mindig megírják valahogy. Nyilván nekünk az elsődleges források tűnnek a legfontosabbnak, meg nyilván van egyfajta hordaléka a rendszernek, tehát ahogy egymást másolják, egymástól veszik át az információkat. Na de például ezt se lenne rossz látni, hogy azok a források, amiket mi használunk, azok például hogy használják egymást. Tehát, hogy az információ halmozás az milyen módon van, ilyen szempontból egyébként szerintem elég szerencsés ez a válogatás szintén, ami a rendelkezésünkre áll. Na de van még egy csomó szöveg, ami megszületett, akár egyébként kortársaktól, vagy közelkortársaktól, ami nyomokban sincs lefordítva. Valószínűleg nem olyan súlyú szövegek, mint a Dzselázáde, szóval még nem lesz még egy Dzselázáde, azt azért nem gondolnám. De ilyen 2-3-4-10 oldalas leírások simán lehetnek, és azt gondolom, hogy lehet, hogy nem lesznek benne hatalmas nagy információk, de töredék információk lesznek. Abban viszont biztos vagyok, hogy ilyenekkel még találkozni fogunk, és hát az a helyzet, hogyha majd egyszer például beleállunk a csataelemzésbe úgy rendesen, mert hogy hát nem álltunk még bele, tehát csataelemzés még eddig egyáltalán nem készült az utóbbi időben, valódi. Ha egyszer megindul az, hogy na jó, de akkor most tényleg ezt meg kéne csinálni, végig kéne gondolni az összes pici adatot, amíg van, és azt helyre tenni a csata menete szempontjából, a forrásközlő szempontjából, tehát minden irányból szételemezni, akkor viszont az derül ki, mint ahogy eddig is az derült ki, hogy sajnos ezek a pici töredék információk azok, amik helyre raknak dolgokat, mert egyszer csak kiderül, hogy oké, most ő mondott egy valamit, hogy elindult, nem tudom ki, nem tudom mikor, na de az pont egy olyan seregtestről mond el valamit, amiről eddig nem tudtunk semmit adott esetben, és akkor viszont ki fog belőle derülni valami. Tehát, hogy itt a kicsi információk nagyon melós összegerevézése az, ami vár ránk, és én ebben messze menően azt gondolom, hogy van potenciál, tehát ez mindenképpen lehetséges. Nagyon fontos lenne szerintem tényleg áttekinteni azt, hogy hogyan is tekintenek a törökök vissza a mohácsi csatára, tehát hogy az egésznek a török történeti tudatban a mentális helye rendesen meg legyen, és ne a 19. századi mentális helye legyen meg, ahogy most van valójában, hanem az, ahogy ők mondjuk a Szulejmán korban erről gondolkodnak. Mert ez nem csak a Dzselázáde, meg a Ferdi, meg nem tudom ki ez a pár krónika, ami van, hanem a többi is. Tehát ott az egész bolyt kéne átlátni, és mondjuk megnézni, hogy most akkor hogy írnak Csaldiráról Mohácshoz képest például. Tehát ugyanaz a szerző hova teszi a kettőt egymáshoz képest. Tehát van egy ilyen egyrészt egy adathalász, meg egy ilyen historiográfiai vonal, amit szerintem török oldalról meg kéne csinálni. És hát az a helyzet, hogy igen, tehát hogy az apró munkát bele kéne tenni, hogy oké, de nézzük meg, hogy ki az, akiről név szerint tudjuk, hogy itt van török oldalról Mohácsi csatában, és mi a háttere. Tehát, hogy kik ezek a fazonok, akik ide kerülnek a Mohácsi. Egyáltalán milyen szinten tudom én megismerni egyáltalán a török vezérkart, mert ott nyilván nem fogom nagyon nagy mélységben megismerni a dolgokat, arra nem igazán gondolom, hogy van lehetőség. De ettől függetlenül csak kéne már tudnunk, hogy kik azok, akik ott vannak, erről kéne egy életrajzi bázis, mondjuk. Tehát, hogy oké, most a Pali megírta a Báli Béget, de hát eddig Báli Bég se volt. Tehát, hogy pedig hát azért ő nem egy ilyen mellékes figurája ennek a történetnek, vagy mondjuk az Ibrahim nagyvezérnek most van normális magyar életrajza? Nincs. Tehát, hogy ezeket szépen egymás mellé kéne tenni, szerintem ebből is kijönne valami, és egyébként igen, a Mohácshoz vezető út. De a részleteiben, tehát nem a slágvortok, nem a nagy tendenciák, hanem hogy akkor a tényleg milliméterre összerakni, hogy most akkor éppen mi van, mi mivel függ össze, hogyan. Tehát egy ilyen kvázi napi szintű nyilván nem lehet ezt megcsinálni, de a lehető legrészletesebb a történetet mellé rakni, nem csak arra koncentrálni, hogy most akkor és miért jöttek Mohácsra az oszmánok. Tehát, hogy a nagy tervet megnézni, hanem a kicsit összeszedegetni. És szerintem ebben is lehet még potenciál. Tehát, hogy ezek azért úgy nincsenek szerintem annyira végig elemezve, amennyire végig lehet elemezni a török forrásokat. Szóval én azt hiszem, hogy rengeteg apró munka
Ezek szerint ilyen források léteznek. Persze, ezek ki vannak adva. Tehát ezek adott, vagy egy részük mindenképpen ki van adva. Ki van adva 100 éve, vagy 150 éve adott esetben arab betűs török nyomtatványokban. Tehát csomó mindent kiadtak a törökök, még az oszmán időkben. Uh-huh. Arab betűkkel, tehát a krónikák is, meg egyébként hát a törökök most is ezerrel termelnek mindent. Tehát irgalmatlan mennyiségű forrásnak van a kvázi, majdnem kritikai kiadása elkészülőben, vagy készül el a napjainkban is. Hát ezeket mindegyenként át kéne tekinteni, végig kéne olvasni, végig kéne elemezni, végig szárazni, hogy és a nagy részéből valószínűleg semmi értelmes nem fog kijönni, de sajnos ezt meg kell csinálni ahhoz, hogy tehát át kell szűrni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ebben bőven van lehetőség. Köszönöm, szerintem még visszatérünk majd az oszmánokra. Norbit, ebben mit látsz? Két dolgot látnék. Nyilván itt az idő most már nagyon közel van. Tehát 3 évvel ezelőtt sem volt távol, de azóta, hogy 4 éve, most már egy közel vagyunk. Érdemben sok minden történt, de még mindig sok az, amit nem csináltunk meg. Én azt gondolom, hogy tehát mindenképpen nagyon hiányzik, amit a Tibor is mondott, hogy valójában a mohácsi csatához most a szó szoros értelmében vett út, ugye? Tehát most nem a eszmei meg a háttere, hanem hogy hogyan ment a sereg Mohácsra, ezt tudjuk. Mert ezt már Bartoniakék meg stb. Kiadták. És azóta is mindenki ezt használja. Na de azért ezen túl még tucatjával állnak rendelkezésünkre források, amiket szintén ugyanúgy el lehetne olvasni, meg kéne vizsgálni, és én azt gondolom, hogy valójában a Mohács, tehát hogy kellene egy olyan forráskiadvány, amiben nem arra koncentrálni csak, hogy a Mohácshoz vezető út, hanem egy kormányzat történeti valami. Tehát első hangon, vagy alaphangon arra gondolnék, hogy mondjuk 1519-től gyakorlatilag ki kellene, vagy fel kellene tárni az összes királyi parancslevelet. Tehát az lenne a minimum. Mert a 21, tehát a Nándorfehérvárig vezető út az egy nagyon hasonló út, mint ami aztán csak Mohácsig vezete. Tehát a döntések, a parancsok, amik kimennek, azért az, amit eddig tudunk, tehát amit a Szakály mondjuk Nándorfehérvár kapcsán, Szakály Ferenc Nándorfehérvár kapcsán megírt, vagy a Kubinyi megírt, akár Nándorfehérvár, akár Mohács tekintetében, a mozgósítás, stb.ről. Tehát ezt a kérdést egyben kell kezelni, és én azt látom, hogy jó lenne akkor már 12, vagy legalább 20. Tehát amikor kiderül, hogy lesz, de hogyha 19-et mondunk, akkor szerintem nem tévedünk nagyot, hogyha 19-től elkezdenénk ezt a munkát, ez nem kevés munka, de mivel a Mohács előtti forrásanyag az elérhető, összegyűjtött egy helyen, tehát viszonylag könnyen lehetne mozogni benne, nyilván itt arra nem kellene mindent, tehát hogy itt tényleg kifejezetten az olyan oklevelekről lenne szó, amik a királyi döntéshozatalt, a királyi vagy a királyi tanácsnak a döntéshozatalát világítanák meg, tehát akár a főpapoknak a levelezése, akár az egyes bároknak, ami azért nem olyan nagy dolog, hogy át tudjuk tekinteni. Tehát, és ebből csinálni egy olyan típusú forráskiadványt, amivel aztán tudnánk dolgozni, ami nem csak Mohácshoz lenne jó, hanem úgy általában a késő Jagellókornak a döntési mechanizmusát megvilágítaná, mert ugye Kubinyi is leírja, hogy nem lehet ugye a magyar hadsereget aratás előtt levinni, vagy egyáltalán összetoborozni, de ugyanabban a tanulmányában azért leírja azt is, hogy de ezek a gaz urak, meg hogy a király, miért nem küldte ki hamarabb ugye a meghívókat, már ugye a hadba szólító parancsokat. Tehát ő leírja, hogy ő fizikai képtelenség kiállítani a sereget. Tehát akkor most ugye nyilván a régi beidegződöttség megvan még, hogy ugye valaki bűnösken, stb. De lényeg az, hogy én azt látnám, hogy ugye egyfelől a források feltárása nagyon fontos lenne, másfelől pedig ezeknek a közlése. Hát főleg azért, mert hogy ugye ez a mozgósítás, amit említettél, hogy Kubinyi András tényleg
ír róla adatot, látszik, de valahogy nem gondolunk bele abba, mert egyikünk sem mozgósított meg, aki ír róla sosem mozgósított, hogy hogyan működik egy parancsnak a eldöntésétől, kiadásán keresztül a megvalósulásnak a folyamata. Hát és igen, hát, miért ide küldenek? Tehát, igen, tehát ez egy nagyon fontos kérdés lenne arra választ adnunk. Ugye, tehát az nem biztos, hogy az a jó válasz arra, hogyha mondjuk az egyik megyének kimegy egyik nap ugye a hadbaszólító parancs, és a másik megyének, mit tudom én, csak másfél hét később küldték ki. Tehát akkor erre nem biztos, hogy az a jó megoldás, vagy az a jó válasz, hogy mert hanyag volt a valaki, és elfelejtették kiküldeni, mert ugye ez leokívat, elfelejtették kiküldeni a hadbaszólító parancsot. Tehát lehet, hogy ennek oka van. Tehát lehet, hogy annak a megyének azért küldték hamarabb, ennek meg emezért küldték később. Tehát, de ez addig kötszurkálás, amíg ugye bár nem látunk bármi alapforrást erre, hogy ez miért történhet így. Hát ugye, ilyen szempontból a másik, mert ki lehetne ezzel egy nagy toposznak a méregfogát húzni, amivel ti már foglalkoztatok, és jelent is meg erről tanulmány, meg hát vita és viszontválasz. Hogyan is lehet, és valójában hány embert lehet mozgósítani az országból, és megint egy ilyen idealisztikus kép, ha a király körbe hordatja a véres kardot, akkor ugye mindenki fejenként elindul. De hát ha ma megnézzük, ma sem így zajlik egy mozgósítás, mindig is maradnak otthon helyőrségek, tehát nem az van, hogy aki él és mozog, elindul, de hogy akkor valójában mi az, ami reálisan elvárható. Addig nem fogunk tudni értékelést mondani a Magyar Királyságnak a valós haderejéről, és mondhatjuk, hogy most sokan voltak, vagy kevesen, vagy mindenki ott volt, vagy elszabotálták, amíg nem látjuk ennek a mechanizmusnak a működését. Igen. Egyébként pont erről van még a forrásunk, amit a szakirodalom nem nagyon idéz, és Mohács előtt néhány héttel kelt. Tehát amikor Bars megyében azt írják, hogy néhány nemesen kívül már senki nem maradt a megyében, és ezért elharapódzott a rablótámadások, akkor ugye az pont egy ilyen esetet mutat nagyon jól, hogy lehet tudni azt, hogy augusztus elejére kívül a megye. Tehát, hogy akkor már ugye azt hiszem július 20-án küldték körbe a véres kardot a felvidéken, hogy van egy csomó olyan forrás, amit még nem használtunk fel egyébként. Ezek egyébként apró adalékokat nyújtanak csupán, de azért érdekesek. Meg a Mohács utáni heteknek az esemény történeténél nagyon fontos lesz az, hogy mely megyékből kik mentek délfelé, mikor érnek vissza például. Mi történik addig, amíg nincsenek ott? Pont ezek a rablótámadások. Van egy csomó hatalmaskodás, ami ilyenkor lenni szokott. Tehát ezeket össze kell szedni. Sajnos a levéltári módszertan miatt ez az augusztus 29-dik, hogy ennyire erős dátum, pont azt tette lehetetlenné, vagy gondoljuk, hogy tette lehetetlenné, hogy így tovább lássunk ebben. Valójában Jászai, amikor megírja a Mohács utáni napok történetét, után azért ahhoz képest, pedig ez már nem ma történt, nem sikerült egy napi kronológiát összerakni, és nem véletlen, hogy mind a mai napig lehet ezért visszatérő vélemény, ez a szapolyai elkésett, nem késett, amiről már lerágtuk, nem is érdemes erről beszélni, de te hoztad augusztus 23-án még Kolozsvárról kelt ez levelet, akkor értelemszerűen Szegedig se juthatott el, és valójában azért nagyon nagy kérdés, hogy hol van ő augusztus 29-ei utáni napokban, míg aztán fel nem bukkant Tokaj környékén, nem kizárt, hogy eleve is, mint Tokaji Rév, tehát hogy az volt az ő útiránya. Ez az egész Szeged, ez egy történetírói bevésődés csupán, de nincsenek összeszedve az augusztus 30-ával kezdődő két hónap. Két hónap, mintha üres lenne. Rögtön királyválasztás van. Igen. Részleges országgyűlés és királyválasztás. Igen. Igen. Még annyit jegyeznék meg, ugye előbb mondtam ezt a Mohács utáni forrásgyűjtést, talán nem mindenki tudja, hogy 1526. augusztus 29-e után a jogállókori mennyiségnek a töredékére csökken a forrásanyag. Nem működnek a központi bíróságok, ugye részleges megszállás alá kerül az ország. Tehát inkább a forrásoknak a szortsága, nem is a mennyisége az, ami problémát okozhat.
és ez 1540 igazából fennmaradt, viszont talán több az elbeszélve forrásunk, de azok talán jobban is ismertek egy kicsit. Az igazi nagy ugrás azt hiszem, hogy 1545 és 50 között következik be, de talán ezt te jobban látod. De ez tényleg látszik a kormányszervi iratok, meg a vármegyei iratok, hogy valahol a 40-es évek második felében áll körülbelül egy Jagellókori szintre az irattermelés, aztán utána lép rajta túl. Tényleg a 1526-tól mondjuk 45-ig terjedő időszak a forrás szinten is az egyik legfehérebb volt, és nem is fogunk nagyon sok mindent megtudni, de nem is biztos, hogy mondjuk 1560-as éveknél le lehet húzni ezt a határt, ez lesz egy örök ilyen kérdés. 70-es, 80-as években nemesi armálisokban, tehát hogy van visszautalás akár ott, vagy végrendeleti szinten, vagy kérvény szinten a Mohácsi csatára, és valamikor onnan tudjuk meg, igen, hogy valaki részt vett. Jó 50 évvel a csata után bizony még lehetnek csatára vonatkozó adatok. Hát ahogy beindul újra a központi bíróság, ugye akkor annak nyomán beindulnak a helyi, tehát a megyei bíró, tehát a megyei szedző elkezd újra ülésezni, és még ott szerintem onnan is még fog előjönni. Nyilvánvalóan. Mert akkor előjönnek a régi sérelmek. Azt kell mérlegelni, hogy minél előrébb megyünk, annál kisebb az esély. Annál több anyagot kell átkutatni ahhoz, hogy annál kevesebb töredékadatot találjunk. Tehát nyilvánvalóan racionális okokból meg kell húzni egyszer a határ. De hogy az oszmán források, amit az előbb említettél, ugye nyáron azért belém villant, amikor Ágoston Gábornak a tavaly angol nyelven megjelent könyvének a fordítása során volt alkalmam lektorként szerepelni benne, de hogy abból látszik világosan, hogy az oszmán hadsereg például nagyon jól tudta, hogy hogyan kell alapvetően védekezni és úgy megtörni egy támadást, vagy egy védekezésbe beállt sereg ellen hogyan lehet sikerrel működni. Az egyiket megcsinálta Szíriában, másikat pedig Egyiptomban. Minden bizonnyal erről a magyar hadvezetés egyébként tudott. Tehát úgy érzem egy kicsit, hogy mondjuk nem is biztos, hogy csak forrás szinten, de hogy alapvető ismereteink nincsenek meg erről az oszmán akkori korban, konkrétan azokban az években levő taktikájáról, hogy egy csatában hogyan viselkedik, amiről pedig a magyar hadvezetésnek lehettek egyébként konkrét ismeretei, hogy lehet, hogy ezek az analógiák is tudnának újat mondani, alapvetően keveset használtuk őket eddig. Hát ugye nyilván abban azért van egy olyan probléma, hogy más csinál a helyi oszmán elit, ami ráadásul nagyon családfüggő akkor még, tehát hogy ugye itt megvannak ezek a végvidéki dinasztiák, akik bulizzák a hódoltságot, tehát a jakják meg a mi halóluk alapvetően. Akiknek nyilván van egy módszertanuk arra, hogy hogyan dolgoznak, és azt ismerik a magyarok nyilvánvalóan, tehát abból fel vannak készülve. Azt, hogy mondjuk mi van akkor, amikor jön ugye a portai elit haderő, meg a vezérkar, hogy ők mit csinálnak, hogy arról van-e fogalma a magyaroknak, azt nem tudom. De olyan szempontból mindenképpen talán érdemes lenne jobban szételemezni ezeket a csatákat, hogy egyszerűen a hadviselés módszertanáról, de egyébként szerintem ebben nem áll olyan rosszul a szakma, mert ugye ez nem magyar kérdés. Tehát azért erről az angol szász szakirodalom, egy csomó eltűrögök is nyilván elég sokat írtak, tehát hogy ez mondjuk nem egy forrásfeltáró munka ilyen szempontból. Ezt át kell tekinteni. Nyilván, hogyha egyszer beindul a csata menetének az elemzése, akkor majd az analógiák mindenhez fognak jönni, vagy akkor majd akkor ezek a kérdések előkerülnek, és akkor majd kiderül, hogy mi az, amit értünk, vagy mi az, amit nem értünk az egészből, meg hol van az, ahol egy háttérinfó az helyre rakhatja a mi infónkat, és érthetővé teszi, amit most nem értünk. De ez kell egy részletes elemzés. De hát ezt ki fogja dobni. Tehát ha ez elkezdődik, akkor a munka menete fogja ezeket a kérdéseket feldobni. Szóval ez, szerintem az ilyen szempontból rendjén van. Lehet, hogy ez már a csata 550-es lesz sajnos reális, hiszen azért ezek nem rövid távú dolgok, ezek nem 3-4-5 hónap alatt megoldható dolgok, és nem is egy személy által megoldható dolgok. Mi az, ami szerintetek reális elvárás lehet a
mondjuk mi felé, vagy a történészek felé, hogy megvalósulhat, nem azt mondom, hogy eszményi állapotok között, mert olyan már nem lesz, hanem így valós szinten, hogy van-e szerintetek bármilyen esély a következő 2-3 évben, amiről tudtok, kutatási szinten zajlik, és amire azt mondjátok, hogy mégis van egy olyan követjelentés, vagy olyan forráskiadás szinte már megjelenés alatt, amire érdemes lesz odafigyelni azoknak, akik 2026-ban erről akarnak valamit mondani. Hát erre a kérdésre a válasz az attól függ, hogy milyen infrastruktúrális forrásai lesznek a kutatásnak. Tehát ha hobbiból kutatok Mohácsot, csak úgy a szabadidőmben magamnak, akkor azt mondom, hogy jobb esetben Mohács tiszteletére lefordítok valami krónika töredékeket, pár oldalakat. Én szerintem ez egy politikai akarat kérdés. Igen. Mint egyébként általában igen. Minden. Tehát, hogyha van rá akarat, akkor rendel hozzá erőforrást, és rendel hozzá embereket. De ugye nyilván ez... Tehát ebből a legegyszerűbb, ugye a politikai akarat, hát ha megszületik egyszer, ugye, akkor az már nagyon egyszerű. Pénzt adni hozzá, azt gondolom, hogy bármilyen válság van, az pénz az mindig van, még ha nem ott van akkor is, de akkor lehet rá rendelni. Itt inkább a nagyobb, a szűk keresztmetszetet én az emberben látom. Hát igen. Tehát ahhoz, hogy most minden hadrafogható embert bevonjunk a forrásfeltárásba, forráskiadásba, tanul, ugye ezeket fel is kell dolgozni, mert az, hogy megtalálom, kiadom, az a viszonylag az egyszerű része. Ezeket fel is kell dolgozni, tehát hogyha mindenkit be akarok ebbe vonni, és érdemleges, felmutatható eredményt akarunk 26. január 1-re, mert nyilván nem augusztus 29-én kéne prezentálni a munkákat, tehát akkor az kell, hogy akkor itt nagyon komolyan kellene mentesíteni embereket az egyéb munkák alól, és csak erre a munkára ráállítani, mert még ezért azért még mindig van idő. Tehát azért a 3 év alatt rengeteget meg lehet csinálni. Tehát hogyha tényleg összeáll, lenne egy ütőképes brigád, aki nem kell olyan, tehát itt nem 10-20 emberbe kell nyilván gondolkozni, így is annyi, aki a jagellókorra érdemben tudna foglalkozni, vagy nem az, hogy forrásokkal tudna foglalkozni, inkább így mondanám, hanem itt pár, mondjuk 3-3-3, az már bőven sok lenne, akkor már lehetne valamit csinálni, de hát ugye ehhez akarat kell, és akkor lenne eredmény, és akkor kijöhetne egy olyan dolog, ami... És az akarat a lényeg, mert igazándiból az a pénz, ami erre kell valójában. Hát valójában, fel, igen. Ezekben a játékokban ez a probléma. Fillérek, így van. Persze. Tehát, hogyha most csak annyit mondok, hogy akkor most neked nem az lesz a munkai feladatod, hogy ennyi. Ezt csináld, hanem ezt, akkor az nem kerül semmivel többbe, mert ugye a fizetésedet eddig is kaptad, akkor most is fogod kapni, csak nem ezt kell csinálni, azt kell csinálni. Csak ugye mentesíteni kell akkor egy 502 másik munka arról, ami az ember nevén fut még. De ez, mondom, ez már csak egy technikai kérdés a dolognak. Ahogy minden más egyébben, a politikai akarat itt a lényeg szerintem. Ha akarnak, lesz, ha nem akarnak, nem lesz. Tehát elméletileg szerintetek akkor szakmailag van annyi potenciál pillanatilag a magyar történettudományban, hogy ebbe lehessen erőre lépni. Persze, teljesen reális előrelépési utak vannak, látjuk is, meg tudjuk, hogy mit kéne csinálni, nincs ez a probléma. Tehát, hogy egy élvezetes munka lenne ráadásul, mert a jagellókori forrás, meg a jagelló utáni forrásanyag az egy feltáratlan forrásanyag, tehát hogy mondjam, még kutatói motiváció is megvan, hogy olyan okleveleket, olyan leveleket fog az ember a kezébe, amit valószínűleg... Kijön belőled Indiana Jones. Így van. Tehát, hogy persze. Igen. Persze, tehát ezt lehetne csinálni. És hát egyébként én azt gondolom, hogy hát azért mégiscsak azért a magyar történelem brutális sorsfordítójáról van szó. Hát főleg, ha ugye azt kommunikáljuk, hogy a magyar függetlenségnek az elvesztése. Hát meg az egész történelem megroppant, tehát hogy ugye megfordul.
Mondjuk egyébként az a gyűjtés, amiről beszéltek. Szóval az nem csak az, hogy egy ilyen történeti érdekesség, hogy ezek a nevek voltak ott a Mohácsi csatában, hanem ez egy kvázi mártirológium is. Igen. Tehát ez önmagában egy nemzeti emléke, egy kegyelethely, vagy kegyeletgyakorlás, vagy szóval nem is tudom, tehát hogy főhajtás, most tök mindegy, hogy fogalmazunk meg. Szóval hogy ez nem ugyanaz, mint hogy mit tudom én, Esztergom ostroma, vagy nem tudom milyen csata, hanem hogy azért ez itt most a magyar történelem tulajdonképpen az értelemben is, igen, de hogy egyébként ugye a magyar történelemnek is úgy globálisan nézve az egyik legnagyobb aktusa, legkomolyabb, nem csak a magyar történelmet, hanem egész Közép-Európa történet, gyökerestül megváltoztató aktusa, tehát hogy egy erre való ilyen szintű és ilyen típusú megemlékezés, ami egyébként szakmai kihívás, modellértékű kutatás, mindenféle egyéb is tudna lenni, de hogy ennek van egy ilyen érzelmi oldala is, vagy most mondom azt, hogy nemzetpolitikai oldala, fogalmazhatunk így, amire azt gondolom, hogy hát egyébként meg kéne csinálni. Ez egy olyan magas labda, igen, amit ennyire kis energiabefektetése, ennyire kevés, olyan kevés pénzből, amennyi szoktunk dolgozni. Tehát, hogy ez egy tényleg, olyan magasan pattog, hogy ezt ha valaki nem üti le, akkor nehéz érveket találni. És hát valójában kevés emlékezeti hely van Magyarországon, ami egy konkrét eseményhez köthető, mert az, hogy családhoz, most Visegrádhoz hozzárendelték valójában mindent, ami középkor, Székesfehérvárhoz most valószínűleg megpróbálnak mindent hozzárendelni, ami Árpádkor, meg amit még. De egyébként hol vannak ilyen emlékezeti helyek, ami valós? Tehát most ópusztaszer nem lebecsülve, az egy másik típusú, de itt, ahol konkrétan esemény történt, aminek meglett a helye hosszú-hosszú idő után a tömegsírokkal, és most neveket lehet rendelni a történethez, az szerintem egy olyan plusz erőt ad ehhez, hogy így sokkal valóságosabbá teszi az egészet, és tényleg lök rajta egy olyat, amire lehet, hogy egyébként 50 évvel korábban nem is nagyon lehetett volna gondolni, főleg mondjuk a tömegsírok megismeri, hogy feltárás előtt, meg aztán végképp nem. Jó, de hát szerintem ez egyébként egy kivételes adottság ilyen szempontból. Tehát ha belegondolunk abba, hogy pár napja kérdezték tőlem Mohácson, hogy úristen, most akkor át fogjuk rakni a csata helyet máshova, és akkor most el fog menni a csata, és akkor húha, mi történik? Semmi nem történik. Az a helyzet, hogy a tömegsírok ott vannak, ahol vannak. És mi lenne egyértelmű mementója egy hatalmas vesztes csatának, mint a tömegsír? Az meg ott van. Tehát nem megy az elmohácsról, tehát hogy az ott lesz. Oké, lehet, hogy a csata, hát ekkora csata azt érdem, eszméletlen méretű helyen zajlik, tehát az nem egy párbaj, ami egy... Van helye? Nincs hát bárhol lehet, de nem is azt hiszem, hogy ahol akkor ott van mondjuk 100 000 ember, ja, az egy akkora területen csatázik, hogy az egy óriási felület. Na de ennek van egy pontszerű mementója, egy megfogható helye, az meg maga a tömegsír. És egyébként ez meg szerintem egy óriási emlékezett politikai lehetőség. Én nem is tudok másról a magyar történelemmel őszintén szólva, István és Koppány csatájától kezdve egészen a 20. századig, ahol marad egy ilyen csata után tömegsír. Tehát Romhánytól Szentgotthárd végig lehetne zongorázni, de nincsenek mezőkeresztes, vagy a hunyadiak, hát a Várnánál aztán végképp, tehát hogyha mindenki által ismert nagy hunyadi csatákról beszélünk, hát valójában lógnak a levegőbe, tehát hogy így helyet tekintve Mohács ebből a szempontból is unikális, én azt gondolom. Igen, abszolút. Biztatok? Talán még annyit lehet megegyezni, hogy nagyon érdekes, hogy a magyar nemesi családoknak mit jelentett az elkövetkező évszázadokban az, hogy a családokból elesett egy családtag. És nagyon érdekes azt is megvizsgálni, hogy a 18. századig nagyon sok család, amikor például egy címerért folyamodik, feltüntett Mohácsnál elesett ősöket. Ezek egy része egyébként valószínűleg kohort, de az nagyon jól mutatja, hogy ezt mennyire nagyra tartották ezekben az évszázadokban, hogy Mohácsnál elesni. Tehát ez egy család számára a dicsőséget és nagyobb tekintélyt biztosított. Néhány évvel ezelőtt, fejezd bele. Csak annyi, hogy nagyon, nagyon személyessé tenni az áldozatok emlékezetét, és valóban múzeumi módon, tehát múzeumi
körülmények között is megjeleníthető lenne ez a személyes sétett adagyűjtés. Főleg, hogy idézetekkel lehet. Persze. Tehát, hogy ez már olyan... Hát ott már abszolút kitágítja, a 19. század közepén készült Pesti Frigyes helynévgyűjtése, amit Gőzsi Zoltán megcsinált Somogy megye kapcsán, meg most megjelent a Máté Gáboréknak köszönhetően Baranya megyére. 19 közösségi emlékezetben még benne van, hogy abból a faluból többen, főleg ha mondjuk egy kis nemesi településről van szó, hogy Mohácsnál voltak. 300 év telt el, nincs rá kontrollforrás, hogy ott voltak-e vagy nem került elő, de hogy ők ezt fontosnak tartják akkor megemlíteni, az azt jelenti, hogy az identitásuk része. Úgyhogy valójában a Mohácsi csata forrásainak a kutatása, amiről azt mondhatom, hogy primer forrás, nem már ezeknek az értelmezése, az egészen a polgári korig fölmegy, csak változik ezeknek a forrásoknak már természetesen a jellege. Ja igen, hát biztató szavak, igen. Kérdések, Páros Almi Tamásnak biztosan mondani valója van. Sem kérdés sem mondani valamit, meg vagyok kapva. Látszik, hogy Mohács helyben ül le. Tehát ez... Már az emlékezett politikai rész van biztos. Így, mondja, a tudós kollégám volt, én csak az épülő volt, meg győri, meg tudja mondani. Jó, hát ha lesz most jó bonfinie Mohácsnak, ugye akkor Mohácsból még lehet valami. Láttuk Mátyásnál is, hogy elkerülhetetlen a megírása a dolgoknak. Csak legyen mit írni, ahhoz meg elengedhetetlen pillanatnyilag még a forrás. Így van. Ha lehet ez végszó, látom a tekinteteken, hogy lehet, akkor nincs is különösebb cafrang a lezáráshoz. Mindenkinek nagyon szépen köszönöm, Neumann Tibornak, Sudár Balázsnak és Czétok Norbertnek, hogy vállalt ezt a beszélgetést ennek a napnak a végén, és mindenkinek hálás köszönet, aki itt volt, aki megtisztelte ezt a rendezvényt, és további szép napot kívánok mindenkinek. Köszönöm.